uratkösség önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc előtti megemlékezésében. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a hímnuszt. Így kellett a diákoknak hősökké válniuk, meg a politikus
politikusoknak, a pesti srácoknak, munkásoknak és hivatalnokoknak azt a hűvös novemberi hajnalat követően, amikor csörömpölni kezdtek a szovjet tankok elmutatva a Moszkva köveken. És én most egy leányfalusi hőst idéznék fel, egy hivatalnok külsejű zsenit, a politológia klasszikusát, aki oda bent ült a parlamentben azon a vészterhes hajnalon, míg minisztertársainak többsége a jugoszláv követségen keresek menedéket, ma már tudjuk csapdában, ahonnan több útja két évvel később különféle kerülmúltakor vezetett a vesztőhelyre. Papírt tekert az írók érte, ahogy egykor kellett előtte gondosan indigót illeszt a vékony lapok közé, és képelni kezdte kiáltványát a magyarokhoz. Mert a törvényes kormány képviselőjéként egyedül ő maradt az országgyűlés épületében, Bibó István. Szabatosabb, fontosabb, higgadtan fogalmazott akkor is, amikor már teremről terembe jártak a szovjet katonák, ő csak gépelt, megállva, eltöprengve, majd folytatva, és azzal a következtetéssel zárva a fegyverropogásban és tankok ágyúinak célkeresztjében, hogy idézett, kérem a nagyhatalmak és az ENSZ bátor és bölcs döntését leigázott nemzetem érdekében. De hogy ne végezzen fél munkát, ugyanott és ugyanakkor egy szabatos és alapos tervezetet is kidolgozott a kibontakozás érdekében, amit idézett a négy világhatalom és India magyarországi képviselője elterjesztett, 7 pontban és több alpontban összefoglalva a kompromisszumos politikai kibontakozás konszolidáció lehetőségét. Kifűzte alapokat az írógépből, átolvasta, aláírta, a dossziékba rakta, vagy vette a kalapját és ballonkabátját, és maga indult el a követségekre, hogy átadhassa államminiszterként szignált, átgondolt, alapos és pragmatikus tervezetét. A francia kultúratassé Turbé de Loff később felidézte, ahogy idézett, a bátorság és hideg vér gyönyörű egyszerűségével, idézett vége, nyomta kezébe Bibó István az átütő papírra másolt javaslatsorozatot, majd a francia diplomata reggelivel kínálta, és ami, ahogy írta, eszegetett, a feltehetően éhes és elnyűlt államminiszter, hallgatták a fegyverek dörgését, és döbbentek, hogy mi kaphatott találatot. 33 éve kutatom, hogy mi akadályozta meg az ENSZ-et bátor és bölcs döntése meghozatalában. Hogy mennyi volt a nagyhatalmi cinizmus, hiszen a biztonsági tanácsban helyet foglaló világhatalmak egyrészt egy gyarmattartó volt, és nem kívántak precedens teremteni egy elnyomott ország szabadságküzdelmének intézményes támogatásával. Mennyi volt benne az informálatlanság? Lassan és nehézkesen jutottak a hírek a világszervezethez, a budapesti követségek közül csak a britek távírója működött. Mennyi volt az amerikaiak bizalmatlansága Nagy Imrében, akinek éppen követők sem volt már az amerikaiaknak Budapesten, és mindentig látták volna szívesen a vezetésben. És mennyi volt az óvatosság, hiszen a nyugati nagyhatalmak határozati javaslatot sem terjesztettek elő a legfontosabb napokban. A szovjeteknek vétózniuk sem volt mit. És persze a világszervezete delegált magyarok többsége, mint a titkos iratokból mára kiderült, magasra húpávós volt. Nagy Imre kétségbeesett üzeneteinek továbbítását pedig nem csak ők szabotálták, hanem, és ez kutatásaim igencsak szomorú eredménye volt, az ENSZ legmagasabb szintjén is partnerekbe találtak ebben. Amikor pedig erre a súlyos összejátszásra gyanakodni kezdett a magyar kérdéssel, ahogy a forradalom vérbefolytását ENSZ nyelven nevezték, a magyar kérdéssel foglalkozó bizottság dán munkatársa Urban Jensen, akkor ellen fegyelmi kinyitottak ellene, majd elbocsátották a világszervezetből, és amikor harcát így sem adta fel, holtan találták egy New Yorktól nem messze eső parkban, és mai napig nem tudjuk, hogy öngyilkos lett-e, vagy megölték. Bibó István nevére azután még rátaláltam az ENSZ iratai között. De nem politikusi tervezete nyomán került szóba, hanem a Magyarországról kicsempészett iratásokban, hogy Göncz Árpáddal együtt, ugye egy közös pernek voltak ők a pártokai, átszállították egy szigorúban őrzött börtönbe, továbbá ügyét, ami kémkedés és hazaárulás volt, katonai bíróság fogja tárgyalni, így halálos ítélet is várható. A iratást pontosan iratározták a világszervezetben, további lépés New Yorkban nem történt, hanem Budapesten, a magyarországi hírforrások felszámolása a politikai rendőrség dolga volt.
négy halálos ítélet született, idézett az ENSZ javára történő kénkedés vágyával. Vigót végül nem ítélték halálra. A Kádáréktól kicsikart amnestiáért cserébe pedig Magyarország visszakapta korábban felfüggesztett mandátumát az ENSZ-ben, már egyetlen határozatát sem teljesítette annak a szervezetnek, amelynek tagja volt és maradt. Hogy mennyi vigaszt és örömet adott a kegyelemmel szabadult hivatalnok zsenyének a leányfalui ház és kert, az csak sejteni lehet. Ahogy azt is, hogyha olykor délfelé indult a Dunaparton, nyári napokon, jó eséllyel találkozhatott volt minisztertársával, Kádár Jánossal, egy korábbi kabinetben volt Kádár miniszter, aki a pártüdülővé vált zord villából sétált a május 1 motorcsónakhoz, aminek hullámai emlékeim szerint vetekedtek a nagy-dunai közösökével. Bibó aligha tudta, hogy az őspark övezte villában döntöttek egykori főnöke sorsáról 1958-ban a politikai bizottság tagjai, amikor már hosszabb ideje húzódott a Nagy Imre per, és megegyezésük szerint addig nem távoztak a villából, amíg végleges döntést nem hoztak, hát hoztak. Bibó szabadság szerető volt és maradt, mint a róla elnevezett sétányon is olvasható, hogy tegnap is mécsességet idált volt, és egy nemzetszínű szavak. Nagyon szép volt ezt látni éjjel. A legszebb magyar politikai hagyomány folytatója elméletben és szerepvállalásában a szabad elvűségé, amit liberalizmusnak is neveznek, és aminek 13 napig tartó kísérlete 67 éve erőszakáldozata lett, de aminek beváltásával még adósak vagyunk. De hogy ne végződjék lehangoltan vagy lehangolóan az őszi forradalomra való emlékezés, szóljon Bibó szava arról a kegyelmi pillanatról, amikor egy egész nemzet a maga lehetőségeinek csúcspontját érte el, és olyan arcát mutatta, ami azóta is erőtad és vigaszt. Idézett. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül vett részt az egész magyar nép, és megrendítő és csodálatos volt a felkelt magyar nép emberséges bölcs és megkülönböztetni kész magatartása. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Majd hozzátette, Isten óvja Magyarországot, erre pedig a napjainkban ugyancsak komoly szükség van. Köszönöm szépen! Pozsgai Zsolt Szerelmem Magyar Katalin című darabjából. Szereplők Szarvas Balázs és Ivancsics Ilona. Rendező Póka Éva költségdíjas színművész. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a szózatot. Magyar Katalin, mint olyan élő volt.
mondom el, hogy mi történik a színdarabban, viszont Ág István, élete első nagy szerelme, Ág István az az író, aki mint újságíró, mint író, följön Pestre, és meglövik, tehát egy lövést kap a lányikában, és ennek kapcsán életének első nagy szerelmét Magyar Katalint megírja. Borkai Zsolt körülbelül 10-12 évvel ezelőtt megírta ezt a színdarabot, és elhívta a rokonságát Magyar Katalinnak, 8 évvel ezelőtt ezt teljes egészében előadtuk, elhívta Magyar Katalin még élő rokonait. Most egy keresztmetszetet fognak látni, úgyhogy köszönöm szépen önöknek, hogy ezt a 20-22 percet erre fogják majd átkozni. Köszönöm. Szerelmem, Magyar Katalin. Nem felejtem el ezt a nevet. Olyan természetes és egyszerű, hogy elsőre fel sem foghatom. Milyen Katalin? Kérdeztem. Magyar. Magyar Katalin. Mondta, mosolygott és a combomnál szorító kötést csinált a hajlatba. Szégyeltem is magam. Fiatal és szép lány. De nem tudtam megmozdulni. A repesz becsapódás után csak zsibbadást éreztem, majd fájdalmat, majd azt sem. Csak néztem ezt a fiatal és szép lányt, ahogy a legtermészetesebb módon teszi a dolgát, a pesti utcákon. Már nem vagyunk messze, siessünk! Óvatosan mozogjon, mert újra kell adnom a kötést. Miért kell újra kötni? Azért, hogy ne veszítsen többé a jövőn. És miért magától munkat? Te se lehet több 16-nál. Mert nekem dolgom van. És amúgy sem veszel különbséget a beteg. Jöjjön el. Ezért nem tegeződünk. Nincs idő ilyesmire, na. Van itt nem lesz egy kórházféle. Oda visszük és ott majd segít az orvos. Majd kérdésítse a szüleinek, hogy én. Te hiszel magad? Nem is pesti lakos. Honnan tudja? Az iratai pénzt tettem össze, de támaszkodjon rá nyugodtan. No, simpad. Menj a foglyom. Halljattam fog hangját. Nem lehetnek össze. Jöjjön, sietünk el. Menj a foglyomra. Mindjárt fogom. Azaz. Ott a falnál. Ott a falnál volt egy másik fiú, aki rosszabb állapotban volt, mint én. Tudom. Rajta már. Nem segítettem. Jöjjünk közöttünk. Óvatosan. A kórháznak nevezett pincében még három fiú volt rajtam kívül. Az egyik egy villamos vezetett egy harckocsinát. A másik pedig négy tankot robbantott fel egy benzines palackkal. Mindegyik nagyon büszkén mesélte történetét. Pirosra véd a Pesti utcán. Munkások. Ifjak élet. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kire lövetsz? Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik, és elvetik. Most a vér, de megmaradnak a Pesti utca között. Három szín dolgozók mellett. Tegyetek három esküvét. Sírásból egynek tiszta könnyek. S a zsarnokság gyűlöletét. S fogadalmat, te kicsi ország. El nem felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán húlt a vér. A tüdőlövéses harmadik fiút kórházba kellett szállítani. Egy kenyeres kocsi. De a szovjetek minden autóra tüzeltek. Egy idős orvos próbált segíteni rajtunk, de nem sok sikerrel. Katalin kedvessége és segíteni akarása mindnyájukat elvarázsolt. Azt hiszem, hogy a betegszoba fiú tagjai titokban mind szerelmesek lettünk belé. Fiúk, amint jön a teherautó, elszállítjuk magukat innen. Addig meg bírják ki, jó? Ja, és a lányok, kérdezik!
jó rendben? Ó, igen, igen, és olyan doktor úr, kérem, hagyjon itt köccet és fájdalomcsillapítót, hát ha új sebesültet hoznak. Köszönöm. És nem, nem vagyok már gyerek. 16 évesen tudom jól, mit csinálok. És amúgy is, ki kezdte el ezt a forradalmat? Hát nem mi? Kik harcolnak Korvin közben és Budakeszin? Hát mi? A fiatalok, az egyetemisták. Hallja? Elhallgattak a fegyverek. Akár haza is mehet, ha sántikálva is. Vagy majd, amikor meggyógyul egy-két, három-négy nap múlva. De ahogy gondolod? Én nincs hová mennem, elszoktam otthonról. Talán majd, ha... ha te is úgy mondod. A faludból, igaz? És miért szoktél meg? Mert költő akarok lenni. Ezért szoktél meg? Én látni akartam, amikor ez a forradalom volt. Látni mindent és lejövő. Tehát a költőnek ott kell lennie, ahol lőne? Nem. Ott kell lennie, ahol veszélyben van valami. Valami, amit fontosnak érez. És mi az? Hiszen te is tudod. Ez az egész. De most már vége, hamarosan vége. Érzem. Tele van minden katonákkal is. És halottakkal. De most már vége van. Érzem. Isten, te miért csinálod ezt? Butaságokat kérdezed, hogy miért próbálok segíteni? Azért, mert nekem ez a fontos. Mindig is egészségügybe akartam menni, aztán orvos lenni, gyermekorvos. Biztos jó orvos leszel. Hogy miért csinálom? Azért, amiért te elindultál otthonról. Költő. Igen. Vagy hát, ki tudja. Lehet, hogy Muki miatt. Ki az a Muki? A kis Endrei Ápád, akit mindenki Muki néven ismert a környék. Csintalanak, vásoknak, elszántabb kis kölyök volt, mint a Pál utcai fiúk összes ráza együttvéve. Sűrű kötésű, kékszemű kis magyar volt. Neki volt a kerületben a legjobb komfort csapata. Ha 5 percig odafigyelt volna egy tanóra alatt, Muki kitűnő tanuló lehetett volna, de sosem figyelt oda, úgyhogy mindig bukást várt. Forradalmi nagyhíd szerdáján megfújt egy hernyót a futartáját. Aztán csak egy órára elment körülnézni. Még vissza is intett tömke kis hüvelykújjával édesanyjának az ablakba, hogy egy óra múlva jövök. Mikor a Magyar utcában egy golyószorú leterítette, még meg tudta mondani nevét, címét, telefonszámokat. Még egy fél napig ért. Azt üzente, bocsánatot kér anyukból és apukból, amiért ellógott. Sípcsontja kifordult, tüdejét, máját, golyóját vált. Csodálkozva kérdezte, hogy nem vakul-e meg, mert nem lát. Aztán énekelt. Szavai már nem voltak tisztán érthetőek. Utoljára azt kérték, hogy fordítsa a másik oldalára, mert emberről nem jön belőle a hang. Ugye ez csak álmodom, néni? Kérdezte. Apja kéziszekében most húzza az ebédülő asztalból készült koporsót, hogy külön helyet emessen. De Muki nem kell külön helyre temetnie. Muki belém van eltemetve. Itt. Belül.
hajlandó hitünkről fegyverfogó kézzel tanúságot tettünk. Sebeim nyitottak. Nyírkos kövön fekszünk, most már nem veszekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk. Legyen csendes az álmok, mert nem haltak hiába. Letarolt erdőfái úgy fekszenek vigyázva. Földtömte szájuk néma, kiált időtlen esküt. Elvetett maga rögben a csontmesztelen testük. Földult sírjukon mécses október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, válasz már mit sem várva. Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat. Ők élik túl, a holtak. Győztes forradalom. Jani az öcsém ide tévedt a pincébe, mint fotóriporter. Jaj, szégyeltem, mert hangos és szemtelen volt. A nővérekkel, a betegekkel és messze Katalinnal. Fiú, én láttam ezt az egész forradalmat, a legnagyobb veszélyben vagyok. Lőnek rám, értitek? Lőnek! Ó, lányok, hát ki akar fotomodell lenni? Ki akar sok pénzt keresni? Kérkedett és hangoskodott. Azt hittem, hogy felugrok és jól megpofozom az öcsémet. De hál' Istennek a kíváncsiság ismételten az utcára szorította őt. István? Igen. Tudod, pesti vagyok még, sosem voltam falun, szívesen megnézném a tiédet. Ha ennek vége lesz, akkor elnézem már. De hát megy oda a lovaskocsi is, vagyis hát vonat. Apám is van lovaskocsi, a kettő is, már én is hajtottam. De hát azzal sosem érünk le oda. Azzal érünk oda, csak igazán. De hát Pestre amúgy sem lehet lovaskocsival bejönni. Ha érted jövök, akkor nem érdekel, hogy mit lehet és mit nem. És különben is apám is mindig azt mondta, fiam, csak is lovas kocsiról lehet látni igazán a világot. Csak onnan lehet észrevenni mindent, ami fontos. Jó. Alig várom. De ne haragudj, nekem most mennem kell, mert tudod, hát igen, a fiúkat azonnal kórházba kell vinni. És hát igen, a doktor úrt is meg kell keressem. Ne haragudj, tényleg is benne. Égy áldjon, nekem mennem kell. Szia! Katalin! Igen? Veled akarom menni. Nem tudsz még lábba állni, hát maradj nyugton. Hidd el, én visszajövök. Visszajössz? Hát persze, hiszen megígértem, nem? Megyünk a lovakkal. Igen, megyünk. Lennük vége van, megyünk. Akkor dolgunk van még. Szervusz, István. Katalin! Vigyázzunk rá. Vigyázzunk. Katalin! Úgy éreztem, hogy talán imádkoznom kéne ezért a lányért, a hazáért, mint a pont most aludna az Isten, mintha végig aludta volna ezt az egész forradalmat, de az nem lehet! Uram, lásd meg gyalázatunkat, és emlékezzél meg, hogy kezed mély embert. Házainkban idegen él, és örökünk másokra száll. Anyáink, mint a sír szélén álló özvegye,
hogy a nap csak gyilkol. Most, hogy alszik a derék ember buta világa. Most, hogy napon, sőt, óránként szállnak fel hozzá a megkínzott bolyókon átolsált lelke. Elmélyünk a terem. És hozzá néhány óra, és Jani, az öcsém, megdöbbenten állt az ajtóba. Egy tekercs filmet szorongatott a kezébe. István, sajnálom, hogy olyan tapintatlan voltam. Fotóztam az utcán, és de talán nem kapott fényt. Majd hívasd elő, ez a tied. Tudod, ő, a lány. Aki ápolt titeket, ő van rajta, de már nem tudtam rajta segíteni. Jött egy orvos, aki azt mondta, hogy már menthetetlen. Egy orosz golyószápor találta el a mentőautó ajtajában. Magyar Katalin. Ez nem lehet. Nekem oda kell mennem. Te még lábra sem tudsz állni. Találtam egy embert, aki segített elvinni onnan, hogy ne a járkán feküdjön. Ó, Istenem! Nem, hogy segítsen rajta. István, én nem megyek vele. Nekem még dolgom van, majd otthon anyáiknál találkozunk, jó? Tessék! Tedd el! Vagy dobd el, vagy ahogy akarod! Nem jön vissza. Pedig megígérte. És ő van rajta. Ő Magyar Katalin. Vége. Ennek a forradalomnak is. De már nem. Természetes, hogy elsőre fel sem fogad. Milyen Katalin? Kérdezte. Magyar Katalin. Mondta. Mosolygott.